A takarékos ételekről és a disznóvágásról beszélgetett Áder János volt köztársasági elnök, Szél Tamás Mislen csillagos séffel a Kékbolygó című podcastjának legújabb részében. Áder János a vízkereszthez és a farsankhoz kötődő ételekről is kérdezte Szél Tamást. A beszélgetés a legnagyobb videó megosztó portálon is megtekinthető és a Kékbolygó alapítvány honlapján is megtalálható. Az újévi menüről és a disznóvágásról beszélgetett Áder János volt köztársasági elnök Szél Tamás Séffel a Kék Bolygó Podcast legújabb adásában. A Michelin szakember felidézte, hogy Budán családi házban nőtt fel, ott is vágtak malacot, úgyhogy pontosan tudja, mivel jár egy ilyen folyamat, és szerinte egy garázsban is épp olyan jól vissza lehet hozni a vidéki hangulatot, mintha egy hatalmas udvaron tennék ugyanezt. Áder János szerint a disznóvágáskor készült friss ételek semmihez sem foghatók. Nekem az én élményem, Eh, hogy eh, olyan májat, akár esztelt májat, akár bőlér májat, mint amit a friss májból lehet csinálni, sehol nem tudnak csinálni, sehol nem lehet. Én azt gondolom, hogy ez az én tapasztalatom. De ugye nem csak a disznóvágás napja az érdekes ebből a szempontból, hogy készül ott ugye hát hurka, később eszünk meg, készül kolbász, füstre kerül, készül sonka, aztán kés, később pedig készülhet kocsonya. Hogy mindegyik, mindegyik egyformán Kedvenc. Széltamász szerint ezek az ételek pusztán a harmadát képezik annak, ami elkészülhet egy disznóból. A séf elmondta, lehet készíteni például csécsi szalonnát tepertővel kisütve, vagy a sült húst letépkedve zsírral összekeverni, ami utána kenyére kelhető. A világhírű séf szerint ez azért is jó, mert így csökkenthető a veszteség. A kolbászból kimaradó részeket meg lehet abálni, pirítani vagy sütni. A podcastben beszélgettek az olcsóbb főzésről is, hiszen a boltokban egyre drágábbak az élelmiszerek. A sév szerint a belsőségek például nem olyan keresett alapanyagok, pedig rengeteget lehetne velük spórolni ezáltal ugye nyilván ugye az áruk is egy picit mérsékeltebb, mint ugye a, a mondjuk így, hogy a prémium húsrészek. Mert ugye csirkemelből, csirkecomból, sertéslapockából, sertéscomból ugye abból, abból, mindenki azt fogyasztja. De a belsőségek általában, tehát ugye itt a tüdő, tehát egy jó szalon tüdő, vagy például ezerféle más belsőség elkészítési forma is létezik, olyannyira, hogy mondjuk Ázsiában, ezen belül is Kínában, Szechuan tartományban, Pont a belsőségek a legdrágább alkatrészek. Szértem ez szerint sokan úszkodnak ezektől szokatlan ízük miatt, de ha rendesen megsütjük őket, nagyon finom ételek készíthetők belőlük, amelyek tele vannak vitaminnal.